terjedésének előmozdítása, valamint a hulladék hasznosítás mértékének jelentős megnövelése. A jelenlegi rendszer hiányosságai és rendszerhibái folytán a termékdíjrendszer teljes átalakítása vált szükségessé. A legfőbb gondot az okozza, hogy a termékdíj megfizetésére kötelezettek nem érdekeltek a hasznosítási szint növelésében, csupán a minimumként előírt szintek teljesítésében. Ezt alapvetően a termékdíjra vonatkozó mentességi szabályok okozzák, amely a hulladéknak a lerakótól, égetőtől történő eltérítését gyakorlatilag ellehetetlenítik. Az állam mindez idáig kívül maradt az iparág működtetéséből, ami a hazai hasznosítói rendszer kiépülését torzította. Egyes termelői ágazatok szinte teljes eltűnéséhez járult hozzá, míg máshol a hazai kibocsátás sokszorosára rúgó, kihasználatlan kapacitásokat hozott létre. Itt az általános vitában a törvényjavaslat egy sajátos aspektusáról is szeretnék beszélni, mégpedig arról, hogy miként fogja az új szabályozás könnyebbé tenni és egyszerűsíteni a termékdíj fizetésének hatálya alá tartozó gyártók, az úgynevezett kis kibocsátók mindennapos működését, valamint hogy miként fogja könnyíteni az adminisztrációs terheiket. Környezetvédelmi szempontból kis kibocsátónak számítanak például azok a kisebb családi mikrovállalkozások, akik kiskereskedéssel foglalkoznak. Közvetett módon tehát számtalan család megélhetéséről van itt szó, a piaci árusítóktól, a virágárusokon át a kisebb élelmiszeripari vállalkozásokig. A környezetjogi szabályozás elmúlt évtizedét a végrehajthatatlan és a kisvállalkozásokra jelentős és felesleges többletterheket rakó előírások jellemezték. Nem volt ez másként a termékdíj szabályozás vonatkozásában sem. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban a túlbonyolított termékdíjmentességi rendszer eltörlése már önmagában az adminisztrációs terheket jelentősen lecsökkenti. A kisvállalkozásokon pedig oly módon segít a javaslat, hogy kiemeli a csekély és kis kibocsátók körét a termékdíjrendszer többi kötelezettje közül. Ezek a vállalkozások egy jól definiált termékdíj átalányt fizetnek majd évente egyszer egy egyszerű bejelentő lapon. Ez sok felesleges adminisztráció mentené meg a kis kibocsátókat. Egy virágárusnak például nem kell minden elhasznált csomagolópapír ívről feljegyzést készítenie, az adminisztrációhoz pedig nem kell külső szakértőt bevonnia. Egyes becsések szerint az így megspórolt összeg akár évi több tízezer forint is lehet az érintett kis kibocsátóknak. A javaslat értelmében tehát megszűnik a termékdíjmentesség intézménye. Üdvözlendő, hogy az új díjak a jelenleg hatályos törvény szerint termékdíjakhoz viszonyítva két esetben növekednének, a kenőolaj és a reklámhordozó papír esetében. A legtöbb kategóriában a díjszabás mértéke a kötelezetteket terhelő jelenlegi összesített költséghez viszonyítva 10-30%-kal emelkedik. A kereskedelmi csomagolások esetében a terhelés összesített mértéke jellemzően 5-15%-ban növekedik. A gumiabroncs termékár esetében a 45%-os növekedés az előirányzat. Az elektromos és elektronikai berendezések esetében pedig a terhelés differenciáltan növekszik majd. Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat a hulladék gazdálkodás egyik alapelvét, a hulladék keletkezésének megelőzését a környezeti nevelés támogatásával is segíti. A legkörnyezetkímélőbb hulladék ugyanis az a hulladék, ami létre sem jött, azaz minél szélesebb körben népszerűsíteni kell a hulladék megelőző lakossági, fogyasztási és vásárlási kultúrát. A javaslat a termékdíjbevételekből a lakossági tudatformálásra fordítható költségek mértékét a jelenlegi 5%-os szintről 7%-ra emeli. A környezettudatos gondolkodás elősegítésére egységes, koncentrált, a társadalmat jobban megszólítani képes megoldást biztosít. Összességében tehát a törvényjavaslat az egyszerűsítés, az átláthatóság és a hatékonyság révén segítheti a környezetvédelmi termékdíj szabályozásában a hulladékok keletkezésének csökkentését és az újrahasznosítási volumen növekedését. Köszönöm figyelmüket! Következik Bödecs Barna képviselő úr, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim, ezen a késői órán engedjék meg, hogy megint igénybe vegyem türelmüket, de muszáj.
termékdíj törvény előterjesztése kapcsán kialakult ellenzéki véleményekben a Jobbik markánsan eltérő álláspontot képviselt, mint a két másik ellenzéki párt. Igazából ez az álláspont külön vált a törvény értékelése és a törvény előkészítése kapcsán megfogalmazott véleményben. Mindazok, amiket itt már a kisebbségi bizottsági véleményben, illetőleg az MSZP véleményében Oláh Lajos képviselő úr elmondott az előkészítés tárgyában, azokat az aggályokat a Jobbik is osztotta. Tehát nem tartottuk helyesnek, sőt kifejezetten helytelennek tartottuk, hogy egy ilyen jelentőségű törvényjavaslat egyéni képviselő indítványként került beterjesztésre. Kifejezetten helytelenítjük azt, hogy az Országos Környezetvédelmi Tanács hivatalosan ezt a beterjesztést megelőzően nem tárgyalta. Hiányoltuk a hatásvizsgálati dokumentumoknak a bemutatását. Valamint hiányoltuk azt, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a korábbi termékdíj törvény sűrű változtatásaival kapcsolatban Magyarországnak már gondja volt az EU ide vonatkozó ajánlásaival való megfelelésnek, hogy ezt a jogszabályt előzetesen nem értékeltették az Európai Unió megfelelő szervével. Ehhez kapcsolódik az az aggály, hogy tudomásunk szerint az Európai Uniónál a közös teljesítésre, tehát a kötelezett szereplők közös teljesítésére vonatkozó szabályozás az elektronikai hulladékoknál létezik. Ennél létezik, nem másnál. Ha pedig itt létezik, akkor adott esetben ennél a hulladékkörnél ezt lehetővé kellett volna tenni. Ezen megfontolások alapján egyetértettünk a bizottságban a másik két ellenzéki párttal abban, hogy helyesebb lett volna a javaslatot esetleg ezen aggályok teljesítését követően egy későbbi időpontban beterjeszteni. Mivel a kormánypárti többség megszavazta azt, hogy ez az indítvány ne kerülhessen napirendre, így a javaslat általános vitára való alkalmassága megvizsgálásra került, ettől kezdve áttértünk viszont a jogszabály értékelésére. Úgy gondoljuk, hogy az előttünk fekvő termékdíj törvény óriási változást jelent az elmúlt évek katasztrofális környezetvédelmi termékdíj szabályozása és alkalmazási gyakorlatához képest. Ezek az előnyök mind adminisztratív téren, mind szervezeti téren, mind pedig a termékdíj szabályozás átláthatósága tekintetében megmutatkoznak. A Jobbik frakció üdvözli azt a tényt, hogy az állam a saját kötelessége tekintetében saját szerepvállalást kíván Magyarországon bevezetni. Tarthatatlan volt az az állapot, hogy egy olyan állami kötelességgel kapcsolatban, ahol a magyar államnak teljesítési és pénzügyi felelőssége egyaránt megvan, igazából kontrollálhatatlan magánszervezetek diszponáltak az összes forrás fölött, és alapvetően egyetlen egy érdekből indult ki az ezzel kapcsolatos forrásgazdálkodás, ez pedig nem a hulladék gazdálkodás optimalizálása volt, hanem az erre fordított költségek csökkentése. Azok az eredmények, idézőjelben, amik ebből kijöttek, nagyon jól mutatták ennek a megvalósulását is. Az elmúlt évtizedekben Magyarország gyakorlatilag egy hulladék lerakóvá vált, és azokon a termékdíj köteles területeken, vagy azok nagy részében, amelyeknél teljesíteni kellett volna, igazából az engedélyezett hulladék uralta a terepet. Ezért egyetértünk azzal, hogy a hasznosító szervezetek helyett egységes termékdíjrendszer jöjjön létre, és a licencdíj, mint olyan, kikerüljön a rendszerből.
Jónak tartjuk azt is, hogy a kötelezetti kör teljessé válik. Magyarán szólva a termékdíjas szabályozás alól semmilyen kibocsátó a jövőben nem tud kibújni. Ugyanakkor nem tartjuk kellően átgondoltnak azt a megoldást, hogy gyakorlatilag a csekély mennyiségű csomagolás esetében, illetőleg a mezőgazdasági termelők esetében a rendszer olyan csekély összegű általány díjakat kíván a termelőktől, illetőleg a kötelezettektől beszedni, ahol a behajtás költségei várhatólag jelentősen meghaladhatják a beszedett díjak mértékét. E tekintetben azt tudnánk ajánlani a kormányzatnak, hogy igen, a kötelezetteket tartsa szemmel, vegye nyilvántartásba, a kötelezetteknek adjon nyilvántartási kötelezettséget valamilyen egyszerűsített formában, ám ezeket a kötelezetteket ne kötelezze díjfizetésre, illetve bevallási kötelezettség teljesítésére. Jónak tartjuk azt, hogy a rendszerben megmaradt az egyéni teljesítés lehetősége, ez egyébként ugye uniós elvárás is. Ugyanakkor nem tartjuk megnyugtatónak az egyéni teljesítés feltételrendszerét több tekintetben, ez néhány helyen elég riasztó. Jónak tartjuk azt, hogy az előterjesztő belátta azt és látja azt, hogy a kereskedelmi csomagolásokkal kapcsolatos külön szabályok egyik napról a másikra nem vezethetőek ki a rendszerből, ugyanakkor hiányoljuk az ezzel kapcsolatos átmeneti szabályozás jogszabályba való foglalását. Jónak tartjuk azt, hogy a termékdíj köteles termékek esetében az újrafeldolgozást, anyagában történő hasznosítást kívánja a szabályozás előtérbe helyezni, ám az energetikai hasznosítással kapcsolatos szabályozása tervezetben elnagyolt, és nem is pontosan nyomon követhető, hogy mi az elvárás. Álláspontunk szerint sokkal helyesebb lett volna ezt anyagáramonként szabályozni, és eltérő mértékeket szabni az egyes anyagáramokra az adott hulladékfajták hasznosíthatósága és anyagában történő hasznosításának költségei tekintetében. A törvény több tekintetben megváltoztatja a korábbi rendkívül bonyolult bürokratikus eljárásokat, így kedvezőnek találjuk azt, hogy csökkennek a termékdíj kötelezettség átvállalására vonatkozó elég partalan szabályozások. Ugyanakkor óva intenénk a kormányzatot attól, hogy az ilyen átvállalásokkal, illetőleg a visszaigénylésre jogosító feltételekkel kapcsolatban opcionális szabályozásokat adjon. Azaz, abban az esetben, hogyha egy kötelezett egy másiknak gyakorlatilag számlán történő átvállalással kötelezettséget átad, akkor ilyen esetekben a számlán való feltüntetésre egyértelmű és kötelező szabályokat és nem opcionális szabályokat kellene adni. A korábbi termékdíjas rendszer rendkívüli bonyolultsága folytán gyakorlatilag OK és képzéseket kellett indítani ahhoz, hogy erre vonatkozó szakemberek ezeket a eljárásokat egyáltalán teljesíteni tudják.
van, hogy tekintetben az este forgógyom hozta a terdőső portvalamra, hozzá a lidőpontziába szarjában kötni, tehát az idős tablata a motső portában, az esetben az első forgatomban, hogy egy hétem lidőpontját követő elgyárvány a bergatákod eltelve várni a gazdálkodótól a teljesen azt is a tetszem azt, hogy ha mondjuk szerve a perünk, hogy mondjuk az új a petesítős egyre az újra tölthető legyen újra Magyarországon, hogy akkor egy december, kicsit november, decemberig van bocsánatá válhatnánk, mert nyilván nem szállóan, amikor már hújtott lehet 500-ra végülis egy bírati nap, és december 30 az igyen napi elejét eltávolt az ilyen élettől előrű a szódok a dobogorik át a törvényben korregálni kell. Ez együtt itt a módosító intványok vizsgálását, érdemi megvizsgálását követően, ha úgy védjük, hogy az eddig ország, tehát egy az eddig jelent kinehetesen rendszernék, jobb sorokon lehet, de jobb törvényel rendelkezett ez a területen. Köszönöm szépen. Következik Fülöp István képviselő. Következik Fülöp István képviselő úr. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaink, megfelelően szakképes megalkotásában, hoztárom törvény megalkotásában, mert a tulajdonképpasztaság, mely a 20. előttetemes mértékésének jelentős megnövelésén keresztelolgozás, a 20. feldolgozás az iparág, tehát régmúlt szüksége, hogy teljes megbújtásához terhet. A kormányzat elődé adóságát is törlesz, egységes tervégre megkezettséget szemekezetben kezdi a problémát. Azt a javaslat népkét, azt a cél kitűzését külön másodlagos terhanyagok, hogy a másodlagos nyersanyagokra épülő iparágat fejleszti. Ez egyrészt alkalmas arra, hogy az alacsony képzettségű emberek tömegeit foglalkoztassa, itt másrészt mondja le, kitörés hatányos lehelyzető régió hátrányos helyzet a régió gazdaságának. A környezet szennyező csomagoló anyagokat alkalmazó vállalkozások és termelési veszély elését többszörösen ellensúlyozhatja, ha a hulladék hasznosításra épülő zöld iparág. Tehát összhangban a javaslatnál összhangban van egy kormányzati cél, munkahelyi teremtési célkitűzéseivel. A nekvő értékű, a növelekvég mi azt is kitámas, hulladék hatóságnak közlenítően 2-3 000 2-3 000 új munkakasai van, és ehhez képcsoló lehetőség.
további munka lehetőséget létrejött a pénzünk szerint, mely reményeinkre ellensúlyozza, többszörösen ellensúlyozza az esetleges termelési kapacitását segítségnéseket. Jó példa erre egy nemrég induló Békés megyei mikrovállalkozás is, amely az öltelepülésen végül egy szelektív fúzadgyűjtést 30 esergendileg 30 ezer lakot szolgálgatni. Úgynevezett szervezetben gyűjti a hulladékot, eddigi közszolgáltat az eddigi közszolgáltató képességi jelentős hatékonyság javulást. A eddigi szolgáltató az eddigi szolgáltató alacsony hatékonyságú volt, az egyenlő érte el az 1 kiló épergyűjté fő per év begyűjtési teljesítmény. A mikrovállalkozás ezzel a szemben 11 félében 14 kg fő per év eredmény fordokán azaz 60% körüli begyűjtési teljesítmény. Teljesen képzetlen munkaerőt a OKB-s papírmarkán segdezi beszállított munkástár képezve 60 ezer forint per főkör csíggel vezetett 20 fő vezetett a visszagából a legnább is munkavilágával. Ilyen vállalkozások országos szemben hirden sok helyet enyhítenének a hátrányos helyzetet és sügerdenket ölt krónikus mélyrebakért ötátusi gondok foglalkoztatási gondokon. A jelenlegi rendszer teljes átforgálásra szorul. Mint hulladékok, másodlagos mércsanyagok, másodlagos nyersanyagok, nagy részének jelentéktelen a hazai piacon. Hulladék hasznosítás mértékének is jelentős megnövekedését. Máté szakértői környékkel képviselőjeként és egyetlen a hátrányosabb helyzetű térségekben történő zöld munkahely teremtés. Jelen ezért vége a jelen törvényjavaslatot jó indítványokra kérem tisztelt képviselőkére, tisztelt képviselőtársaimat is, hogy számszabadságot. Köszönöm szépen. Két perces hozzászólások kérdezett hozzászólásokra jelentkeztek többen is. Kepi Lajos először jobbik. Éppen kur, tesz a fiszerűenásnak úr, tisztelt kérdés, és a társadalmi 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 vállalkozóként és vállalkozóként és gyakorló termékdíjú intézőként jó néhány vállalkozásnál gyakorlatban is, hogy működik, át kell majd gyakorlatban is, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, és tapasztaltam az volt, hogy ezek a vállalkozások, főleg kis- és középvállalkozások az, ami inkább az adminisztrációs terhek tartják minden is problémának. Most amin látom, hogy ez nos, úgy lehetetlen, hogy enyhít kellő javaslékat sem enyhít kellő mértékben, és még így függtését nem, hogy a termékdíj megfizetését tartják problémának, azt az adminisztrációs, hanem az adminisztrációs terhet, ami belejárt, hiszen hogy egy, nem hány az, hogy egy összegű néhány ezer forintos teszégű, neked is esetben mondani díjhoz, akár több kilózóval, hogy neked kell akzárni egy olyan 1000 forintot, akik nem fizetnek egy olyan, ez a szanakem terülőknél, aki se fegítek nekem, hogy rendkívül egy bonyolult jutatmányokban eligazodni nekik, mert egy terül kis vállalkozó, ezt kétszerű kis vállalkozó, ezt lehet néptelen, és a saját maga átlátmány, könyvelős sem, sok esetben járnak ezt, mivel velük sem nem, úgy fogják ezt követnünk, és nem ezzel a kérdéssel foglalkoznak inkább ezzel a kérdéssel, hogy csökkentsük ezt ahhoz, hogy csökkentsük ezt a stát, és a hatóság ad rögzítenciós terhelyét is csökkenteni, vagy tehát nagyobb által a kapucizmus, mert ez a nagy tapak, mondom, az idősizőjeiben is jobb halak ellenőrzését és a